Trabanttal kezdtem 4 évig, utána egy E30-as BMW-vel mentem 1 évig, utána ladáztam egy 3 évig, utána Suzuki-ztam első kerekessel, aztán hátsó kerekes Suzuki-val, és akkor utána jött a BMW. 2000-es turbós motort sikerült bele csinálni most a télen, az már egy egész jól összeállt, most itt az edzésen eltört benne féltengely, úgyhogy most már azért tudunk menni a versenyen, úgyhogy remélem kibírja. Jó hangulatban, tehát egy kicsit féltem reggel a sártól, mert az összkerekesek ellen nehéz úgy menni, de eddig az idő egész jó volt az első körben, úgyhogy remélem itt a szárazon tudunk javítani. Az autó hibátlan volt, pálya már végére nagyon jó lett, tetszett, nagyon élveztem. Igazából az elején még ugye vizessel voltak problémák, de a végén azért sikerült így jó időket is menni. Így volt, hogy a murva gumit nem értékelik, akkor elvileg második lettem volna, de most így a murva gumival még ketten vannak előttünk, úgyhogy talán negyedik el sikerült. A hangulat nagyon jó volt, az autó is jó volt. Az edzésen ugye a féltengely eltört, de utána hibátlanul működött, és szerencsére nem kellett hozzányúlni.